Az egyéni összetett selejtezőkkel indult szombaton a nemzetközi tornászverseny, és vasárnap a szerenkénti döntőkkel zárult. Magyar szemszögből kimagaslóan jól sikerült a kétnapos nemzetközi viadal. Az Aréna Szaváriában szép számú közönség előtt mutatta be 7 pontról induló lólengés gyakorlatát az olimpiai bajnok Berki Krisztián, aki sokkal összeszedettebb produkciót adott elő, mint a selejtezőben. Így az erős nemzetközi mezőnyben nem volt kérdéses a győzelme. A világbajnokság előtti utolsó versenyen, így a döntőben egy jó gyakorlatot tudtam bemutatni, ami azért egy picit önbizalommal telt el, egy kicsit jobb érzés azért a mai gyakorlatot visszanézni majd, mint a tegnapit. A világbajnokságról pedig csak annyit tudok mondani, hogy nagyon-nagyon várom. Igazából ez a gyakorlat ez képes nagyon sok mindenre, úgyis ott fog eldőlni, hogy mit fogunk elérni vele. A férfiaknál Hídvégi Vid ugyancsak lólengésben bronzérmet nyert, míg gyűrűn Vlacsil Attila remekelt, aki szintén a dobogó legalsó fokára állhatott fel. A nőknél Böcögő Dorina felemás korláton és talajon, Divéki Luca pedig ukrásban és gerendán diadalmaskodott. Kiváló teljesítményének köszönhetően Álsálti Dália gerendán szerzett ezüstérmet. A szombathelyi Csillagtünde szép talajgyakorlatot mutatott be, ami ezüstérmet hozott számára. Ez a szület napján minden gyakorlatomat kisebb voltásra sikerült bemutatni. Ez azt mutatja, hogy versenyről versenyre egy jobb formát hozok. A mai nappal elégedették a talajjal, mert szép gyakorlatot csináltam. Sajnos a bírók a gimnasztikusaimat nem mutatták el, így a kiinduló pontszámom 5/10-del kevesebb lett. Elégedett vagyok magam. Ez a verseny volt az utolsó gyakorlási lehetőség a magyar válogatott számára az októberi kínai világbajnokság előtt. A fiúk egy kicsit jobban állnak, nekik könnyebb lesz a 24-be bekerülni. Ott meg kiemelve Berki Krisztián gyakorlatát, ezzel simán bekerül a döntőbe, és ott már ezzel a gyakorlattal is érmes. A kiutazásig a női válogatott Tatán, a férfiak pedig a budapesti tornacsarnokban készülnek.